Krisztus világossága. Krisztus világossága. Istennek legyen hála. Krisztus világossága. Istennek legyen hála. Kedves testvéreim, miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigiliánkat, figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldt el szent fiát megváltónkul. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve vezessen el minket az örök életre. Olvasmány Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez. Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújts ki kezedet a tenger fölé, és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz rából átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci szekeresén és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt jár, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt. Az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tenger és kiszárította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a faj. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek. Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez. Nyújts ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszahúzódjon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta a tenger fölé kezét. Erre a víz napkeletkor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött és ellette a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balról úgy állt, mint a faj. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tenger partján,
Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakban véghez vitt. A népet félelem töltött el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak. Könyörögjünk! Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanezt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus, ami Urunk által. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, aki Krisztus Jézusra megkereszteltettünk, az ő halálára kereszteltettünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha halálának hasonlóságában egyben ültünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért veszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltak a bűnnek, és most az Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusnak. Ez az Isten igéje. Dicsőség a magasságban Istennek.
könyörögjünk. Istenünk, Te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Halleluja! Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. A hét első napján, kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúttak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt, az emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra föltámad. Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a 11-nek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter azonban menten a sírhoz futott, benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen, elcsodálkozott a történteken, és hazament. Ezek az evangélium igéi, per evangelica dicta, dele antur nostra delicta. Nagyra becsült államtitkár úr, elnök úr, polgármester úr, Krisztusban kedves testvéreim! Az a néhány asszony, aki kora reggel reményvesztetten Krisztus sírjához megy, hogy bebalzsamozzák holttestét, volt az első húsvéti közösség. Mondhatnánk őket gyülekezetnek is, ahogy protestáns testvéreink teszik, mert többen voltak, és mert a megfeszített Krisztus emléke gyűjtötte össze őket. Ez a néhány gyászos hangulatú ember, aki húsvét reggelén is a halottak között keresi az élő Jézust, példáz bennünket a legjobban. Ma is, éppen úgy, mint akkor régen, az első húsvét reggelén összejöttünk, nem is csak néhányan, hanem elég sokan, akik nem felejtettük el még Jézust egészen, együtt imádkozunk, énekelünk, ünnepelünk. Vajon mit gondolhat rólunk egy kívülálló? Mi tart össze minket?
Talán egy kis hűség a múlt iránt. Szép, ha valaki nem fordít rögtön hátat egy elveszettnek látszó ügynek, mint amilyennek Krisztus ügye látszott nagypéntek után, és látszik ma is olykor, hanem igyekszik kitartani legalább hűségesen. Tisztelete méltó ez a hűség, de nem sok erő fakad belőle, gondolhatják rólunk. Nagy baj lenne, ha valóban így állna a dolog, mert hívő közösség húsvéti reménység nélkül, a feltámadott Krisztusban való hit nélkül nem sokban különbözik egy jól szervezett alapítványtól, amelyik bár szép és magasztos eszméket képvisel, dicsőséges múltra tekinthet vissza, megható emlékünnepélyeket rendez, csak éppen nagy nevű alapítója hiányzik, mert az már 2000 éve halott, nem ő, csak emléke él közöttünk. Sokan vannak keresztények, akik meghallják ugyan minden húsvét ünnepén a csodálatos hírt, de aztán úgy vannak vele, mint az apostolok, akikről azt olvastuk, hogy az üres sírtól visszatérő asszonyok lelkendező elbeszélését csak üres fecsegésnek tartották. De azért nyugtalanította a tanítványokat ez a rendkívüli hír. Egyre többen mondták, hogy látták a föltámadottat, és nem tudtak többé szabadulni tőle, ki látta, mit mondott neki, és mi történt a találkozáskor. A találgatások végére maga Jézus tesz pontot, amikor húsvét vasárnap este megjelenik közöttük, bár félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Ez volt abban az időben a mindennapi köszönési forma, amivel üdvözölték egymást az emberek, ha az utcán találkoztak, mint ahogy mi jó estét kívánunk egymásnak. Ilyen természetesen, egyszerűen, egészen emberi módon mondja Jézus is az apostoloknak, jó estét, itt vagyok nálatok, itt vagyok újra közöttetek. Igen, ez húsvét lényege. Jézus személyesen a halálból életre kelve, eleven valóságában, mint győztes az övéi között van jelen. Vagyis nem csak valami szép tanítást ad az Úr, hanem diadalmat, győzelmet. Úgy áll ott tanítványai rémült és ámuló szemei előtt, mint aki a halál győzte le. Ez a húsvét. És erről beszél nem csak a húsvéti esemény, hanem az egész Szentírás is. Ha nem erről szólna, még ma becsukhatnánk és örökre félretehetnénk. Ha nem a halálon győzedelmeskedett élő Jézusban való hit, ha nem az ő élő személye tartja össze a hívő közösséget, akkor semmi sem tartja össze. Ha nem húsvéti hitünk van, akkor semmilyen hitünk nincs. Húsvét nélkül a nagypéntek sem egyéb, mint Isten legszentebb tervének, amellyel az embert akarta megmenteni, fájdalmas csődje, teljes kudarca. És vele együtt minden szépnek, jónak, szent törekvésnek, tisztaságnak a végleges bukása, a gonoszság teljes diadala, a legszörnyűbb reménytelenség. Érdemes-e jónak lenni, szeretni, másokon segíteni, becsülettel megállni, életet áldozni, amikor még Jézus példája is azt mutatja, hogy úgyis minden hiába a gonoszság hatalmasabb, erősebb, és a halálé az utolsó szó. Nem. Nagypéntek után fölviratt a húsvét, és Isten a húsvétban válaszolt a nagypéntekre. Ez a válasz lenyűgözően más, mint amit az ember valaha elgondolhatott. Nem egy új özönvíz, amit sokszor megérdemelnénk. Isten nem vonult vissza megsértődötten,
és nem hagyta az emberiséget megérdemelt sorsára, ellenkezőleg teljesen kitárta, megnyitotta az utat a halálból az életre. Kedves testvéreim, ha nagypéntek után lehetséges volt a húsvét, akkor minden lehetséges. Akkor nincs a világon akkora bűn, amely nagyobb volna Isten szereteténél. Akkor nem létezik olyan sűrű sötétség, amit húsvét fénye ne tudna bevilágítani. Akkor nem értelmetlen az élet, és nem reménytelen a halál. Neki, a győztes királynak, neki, a keresztre feszítettnek és föltámadottnak, neki kiáltsunk ma allelujját. Amen. Kedves testvéreim, a húsvét szent titka által a keresztségben minnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Ezért a nagybőjt 40 szent napjának megtartása után most fölállva újítsuk meg keresztségi fogadalmunkat. Ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. Éppen ezért most megkérdezem, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondatok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn sohase uralkodjék rajtatok? Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és szent lélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, ami Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki szent fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket. Törzsadók, Ferenc pápánk, László püspökünk, papjaink, szerzeteseink, és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket!
minket. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népük életének megújításán dolgoznak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyatottaknak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Újítsd meg egyházközségünk életét, áldozatkészségben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, Szent Fiat feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így egykor eljussunk Fiat dicsőségébe, aki él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kereteddel. Emeljük föl szívünket. Ölemeljük az Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent éjszakán, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül énekelik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben,
minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen a békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Yeah.
Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza egyé atyai jóságod, Krisztus, ami Urunk által. Feltámadtam. És újból veled vagyok, halleluja. Ezt a napot az Úr Isten adta, halleluja. Örvendezzünk és vigadjunk, halleluja. Békesség veletek, alleluja. Én vagyok, ne féljetek, alleluja. Békesség veletek, alleluja. Én vagyok, ne féljetek. Békesség veletek, alleluja. Én vagyok, ne féljetek, alleluja. Föltámadt Krisztus el a bón, alleluja. Thank you.
Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja! Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja! Könyörögjünk, Úristen, aki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által elnyerjük az örök életet, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Tantum ergo sacramentum. Genitori, genitoque. Kenyeret adtál nekik a mennyből, Alleluja! Amely minden gyönyörűséggel teljes, Alleluja! Könyörögjünk, Úristen, ki nekünk a csodálatos oltári szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad, engedd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drágalátos vére. Áldott legyen Jézus. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a Szűz és Isten anya Mária. Áldott legyen a Szűz és Isten anya Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen a boldogságos, szűz, dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen a boldogságos, szűz, dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a szent szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen Szent József, a szent szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kedves testvéreim, a Szent Mise befejező áldása előtt hadd mondjam el örömmel, hogy jó volt újra együtt a húsvéti ünnepet itt megülni. Nekem is, ahol újmisés voltam, és első Szent Misémet ennél az oltárnál mondtam. Tisztelettel üdvözlöm Potápi Árpád János országgyűlési képviselőnket, Bőte István polgármester urat, Illés Tibor urat, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökét, és örülök, hogy ilyen szép számmal a hívek is itt voltak. Sok fiatal és gyerek is jelen van. Ez mindig az életnek a jele. Most, miután a Szent Misét a templom jótevőiért bemutattam, szeretném hirdetni, hogy holnap, húsvét vasárnap, reggel 8:45-kor, Urunk föltámadásának az ünnepén Illés Fábián lelke üdvéért mondja a Szent Misét a plébános úr. Most pedig a Szent Mise befejező áldása. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja! Alleluja! Istennek legyen hála!